megint valamit nekem a postás, ami egy picikét úgy elnézem most nektek, csillog, ez azért van, mert ilyen fényes fóliában van, de mindjárt meg is szabadítjuk ettől a fényes fóliától, gyorsan, ezt a kis aranyosságot, nagyon jó, jó becsomagolták. Ugye, mint már látjátok, biztos ilyet is már láttatok jó párszor, ez ilyen pufis zacsiba van. Most azt is gyorsan lehántjuk róla, és megnézzük, hogy mi is van ebben az aranyos kis dobozban. És nem nagy meglepetésre, egy Avermedia kártya, hát illetve ez egy ilyen külső felvevő. Igen, mint látjátok, Ázsiából érkezett, és nagyon szépen gyári műanyag csomagolásban van. Ezt a műanyagot is mindjárt eltávolítjuk róla. Tam-ta-tam. Nagyon jó. És mindjárt itt is van a doboz. Hát, ugye ez egy, biztos, hogy már több helyen is láthattátok, ez egy ilyen nagyon jó minőségű papírdobozka, amit, ha minden igaz, akkor voilà, lehet kinyitni. És itt van benne maga a felvevő eszköz. Hát, ugye ez Ázsiába készült, tehát minden, mint látjátok, mennyire jól látjátok, mennyire fog befókuszálni. Na mindegy. Tehát, mint ahogy itt nem tudom mennyire látjátok, minden ázsiaiul van rajta. Úgyhogy maximum a kis piktogramokból itt az oldalán tudok valamit megfejteni. Illetve hát ugye maga az Avermedia logó. Úgyhogy ezzel én nem is húznám tovább az időt. Lévén, ugye, hát még ugye itt a doboz alja, ezen is hú, tele van ázsiai írással. Úgyhogy nagyon jó. Ugye ez maga az eszköz. Ugye található rajta a két HDMI bemenet. Ugye ez az egy darab AV in bemenet. Illetve ugye az audio in és out, tehát audio in output, illetve ugye ezen az oldalán van egy olyan, hogy kártyával vagy géppel szeretnénk rögzíteni. Ugye itt ezen az oldalán lehet a kártyát bele applikálni, illetve ugye itt van az a kimenet, amivel a videójelet rá tudjuk csatlakoztatni a számítógépre, tehát ezen keresztül fog kimenni a felvétel, tehát itt fog rögzíteni a kártya. Ugye maga a kártya így jelenleg nem tartalmaz memóriát, ahhoz ugye be kell tenni egy külön kártyát, és nézzük, hogy mi van a dobozban. Ugye ez volt ugye itt a doboz tetején, ugye hogyha a dobozt magát összedjük, ez egy kemény műanyag. Aztán ugye akkor egy ilyen kis valamit fogunk találni a dobozban. Úgy nem. Nem jól látjátok. Ez pedig, megnézzük micsoda, mit tartalmaz. Ó, de kis trükkösen össze van rakva. Úgy, sikerül. Ó, hát ez egy darab kódot fog tartalmazni. Tehát egy darab kódot fog tartalmazni, ezt a kódot viszont nem mutatom meg nektek. Úgyhogy bocsit, srácok, de ez nem. Ugye azt kiszedtem, ez ugye ebbe volt, ezt megint csak ha innen kiszedem, akkor egy ilyen kis dobozka, mindjárt meg is nézzük a tartalmát, és akkor van még nekünk, ugye ennyi volt a dobozban, ennél nem több.
szerencsére nem is kevesebb. Igen. Egy papír. Itt ugye, hogy nincs CD hozzá, hanem webről letölthető a szoftver. Aztán még egy papír, amiben van egy darab anglis és nagyon sok idegen nyelvű cucc. Bocsi srácok, hogy eddig nem volt tökéletes a fényerő, közben egy kicsikét kijavítottam, és így talán a kép minősége is jobb lesz, remélem. Na szóval, visszatérve, ugye kis füzetecske, amiben elvileg van valahol angol nyelv is, és igazándiból ez ugye szokásosan ez a szétnyitható valami, ugye összeszerelési útmutatókkal, hát ezeken nagyjából ugyanazok vannak piktogramba leírogatva, mint amiket én az előbb elmondogattam nektek, és akkor, hogy ne felejtjük, itt van a doboz, ez egy hát kicsit ez egy kicsit ilyen mattabb, kicsit ilyen mi is az a fekete karton papírszerű valami. Ugye megnézzük, hogy mit tartalmaz. Bár mondom, szerintem ez se lesz nagyon nagy meglepetés senkinek sem, hogy mi van benne, de azért nem kell előre inni a mezőbőrére. Ugye ez egy darab HDMI kábel, kis rövidke HDMI kábel, de a célnak pont megfelel. Aztán ez az a, mint mondtam, abban a pici csatlakozóban van. Ez van ahhoz, hogy az AV jelet hozzá tudjuk csatlakoztatni a Zavar Media kártyához. Aztán van nekünk itt egy darab igen, ez van a elvileg ez a PS3-hoz van, és ez konkrétan egy olyan, hogy ne kelljen a PS3-at ezen keresztül csatlakoztatni, tehát az AV-n keresztül, hanem mindjárt a PS3 egyből ezen a kis hajzaton keresztül megy, tehát nem kell különböző összedugdosást végrehajtani. Aztán itt van a kártyának egy ez egy nagyon jó minőségű toknak tűnik, mindezt ki is bontom, mert ez már látjátok egy érdekesebb dolog. Igen, tehát látjátok, Zavar Media logóval el van látva. Kis cipzárral, és ez egy kis jó kis védőtok. Igen. Halljátok? Zörög. Igen, ez az a kis pára elszívós valami. Egyébként ez egy jó, mert kis szivacsos, kívülről olyan kellemes tapintású. Ez a kis tatyóka. Ugye ez azért van, ha esetleg szállítod a kis kártyádat, viszed jobbra-balra, akkor ebbe bele tudod tenni, és elvileg megvédi a sérülésektől, tehát ez egy kis hasznos dolog. És nézzük, mink van még. Van itt egy darab USB átalak, tehát ez az USB kimenet, ugye ebben fogok tudni PC-re rögzíteni. Aztán van még itt egy darab, igen, ez egy darab jack dugó, tehát jet dugós felvétel, ez maximum, ez a külső mikrofonhoz lenne jó, mert a füleshez ahhoz nem kimondottam, mert ugye az vezeték nélküli. De hát ugye, ha esetleg a vezetékes részét szeretném használni, akkor arra tökéletes. És ennyi volt ebben a dobozban. Ugye ide én ezt, mert ezt a jet dugót ezt nem fogom biztosan használni. Ez biztos, hogy fog kelleni. Ezt sem, na ezt még lehet, hogy most, hát biztos, hogy most fogom használni, de ez
Oké, okay, HDMI-t biztos, hogy elől hagyom, és ez is elől marad. Többi, viszont ide belemegy a többi műanyag. És akkor fog az a rész következni, hogy majd ezt az AVR média kártyát működésbe helyezem. Nagy valószínűséggel nem sokára. Ó, ja, hogy ezen végig itt van a fólia. Na most gyerekek, én ezt a fóliát egyelőre nem szedem le róla, addig sem karcolódik. Aztán majd mindjárt megpróbálom üzembe helyezni, és akkor majd megnézzük először is majd a PC-ről, hogy mit rögzít. Ugye most annyit már most meg fogok mutatni nektek, hogy ez úgy fog kinézni, nem ez, hanem ugye a HDMI kábel. Tehát ugye ez lesz az, amit most a monitorba fogok bedugni. Ez ugye maga a HDMI, ugye ez fog menni most ugye az outba, a kimenetbe, mert ugye ez a kimeneti fog majd bemenni most a monitorba, és akkor ide a másikba, tehát ebbe az oldaliba fog majd jönni, amin ugye a jel fog kijönni, illetve ugye amit most meg fogok csinálni, mert erre is szükségem lesz, az ugye az a kis USB-s valami, mert most nincsen nálam kártya, amire ugye ez nem mikrokártya, és SD kártya pedig jelenleg nincsen nálam, tehát nem tudok SD kártyát használni, mert kell venni majd egy SD kártyát, és ezt pedig ugye ez ugye normális mini HDMI, tehát nem a mikro, hanem a mini HDMI is. Ez a bés pacak, ez jön ugye ide, vagy jön ide? Ja, jön ide, igen, és akkor ugye ez megy a PC-be, ez megy a monitorba, és ide pedig ugye akkor jön majd a monitornak a kábelja, és akkor egy pillanatot, türelmet, és ezt akkor meg is fogom mindjárt csinálni, és egy USB csatlakozó ide. Úgy. Huha. Na, hát srácok, nagy valószínűséggel, igen, elindult egy telepítő. Ezt most ti nem nagyon fogjátok látni. Huha. Ez most érdekes lesz, mert megcserélte a két monitort jelenleg a videókártyám, és most a másodlagos monitor lett az elsődleges. Úgyhogy ezt majd valószínűleg vissza kell majd állítani. Illetve, ugye, ja igen, most. Ja igen, most pont fordítva jönnek a dolgok. És akkor az azt jelenti, hogy kell egy, nem oda, ide, húzva, egy olyan nekem, hogy medi pont. Igen. Remélem, hogy jó. Igen. Hát srácok, én most egy kicsikét leállítom a felvételt, és akkor utána majd vágás után visszatérek. Szóval srácok, bocsi, hogy csak így 2 hét után tudtam visszakanyarodni az AVR média kártyához, de nem volt időm foglalkozni vele. Én naívan akkor azt gondoltam, amikor mire elköszöntem tőletek, hogy jó, mindjárt visszajövök, hogy ez így plug and play módjára fog működni, és egyébként működnék is plug and play módjára, hogyha az ember esetlenül csak rögzíteni szeretne a kártyával. Ugye megnyitom magát a
programot. Mint látjátok, ilyen nagyon szép csiribirin indul el, és nagyon szép dizájnos. És igen, hogyha csak egyszerűen felvenni szeretnétek a kártyával, akkor nincs is nehéz dolgotok, hiszen ugye F7 felvétel, nagyon jó, alapból be van egy csomó minden állítva. Ugye lehet közleménybe, felvételbe, streambe, és videó mappa néven levő kis fülre állítani. Van ugye egy varázslónk, egy haladónk, és egy egykattintásos felvétel módunk, ami hát nagyon szép, meg nagyon jó. Varázsló nem működik rosszul, de hát egy kicsit értesz a géphez, akkor már nem szeretnéd használni. A haladó az szerintem az a szint, amit hát szerintem aki nem ért hozzá, az azért, aki ért hozzá, az pedig azért nem fogja választani. Ugye streamre itt nagyon egyszerűen ugyanezek a kis beállítási módok megvannak. Ha viszont értesz hozzá, akkor ezt a kis ikont fogod itt keresni, és itt viszont már be tudod állítani azt, hogy hova vegyem föl. Aztán tudsz itt különböző módokat állítani. Ugye milyen kis dolgok legyenek. Jó, átlátszóságát is, hát mindegy, nyelvet. Hát nagyon sok mindent tudsz rajta állítani. Ami nagyon szép, meg nagyon jó. De ugye alapból egy kicsit kevés. Ugye igen, hát itt tudod beállítani, hogy milyen kártyád van. Ugye nekem ez a AverMedia Live Gamer cucc van. Ugye ezt csomagoltuk ki. És egyébként a programot, ha nincs bedugva, akkor nem is tudod elindítani. Tehát ez csak akkor indul el, hogyha be van dugva az eszköz. Ja, most én jelenleg egy OBS-en keresztül rögzítek, nem ezen a kártyán keresztül. Jelenleg. És ugye van ennek a kártyának egy ilyen Stream Engine nevű dolga is. Ez is látjátok, már be van állítva. Ó, igen, van. Ó, már 37 min 22 másodpercnyi. Annyi ideje. Annyi idő van még vissza. Nem tudom, na ezt most látjátok, na ezt most nagyon nem értem, hogy ez most mi akar lenni. A lényeg az az, hogy ez itt most számlál, és visszafele számlál. Igen, visszafele számlál. Meg se tudom nektek mondani, hogy miért. Ugye videó HDMI, audio HDMI. Ja igen, mert ugye itt be lehetne állítani, hogy audio in, illetve ja igen, hogy a másik kimenetet használja, mármint az audio fölvételre. És hát egy csomó más beállítás, ugye itt be tudod állítani, hogy milyen felbontásba szeretnéd. Igen, na most ez a 60 megabit per szek, ez szerintem 15. És az viszont a frame rate az viszont csak 30-ig fölhúzható. Igen, az nagyon jó minőségű. Hát ez legyen default. Nagyon jó. Setting, beállítás. Expanded, vagy pedig hát nekem ez szerintem tökéletes lesz. És akkor elvileg valahol itt az OBS beállítások között
kell lennie egy olyannak, és akkor itt el kell indítani talán. Szóval igen, ez az én nagy bajom is, hogy az nem úgy működik, hanem lehetséges az, hogy ez kell, ez a beépülő és start. Hát gyerekek, az az igazság, hogy jelen pillanatban eszköz, igen, ez az Aver Media kártya. És érvénytelen felbontás. Mi? Nem nagyon értem. Na szóval, srácok, ugye most azt láthatjátok, hogy ugye na, igen. Tehát egyrészt az OBS-sel rögzítem itt magát az egyik monitoromat, amin fut maga az Aver Media, és az Aver Médiával pedig rögzítem azt a monitort, amin pedig van az OBS. És valamiért nem sikerült jelenleg megoldanom azt, hogy az OBS az fogadja az Aver Media kártyának a jelét, és nagy valószínűséggel ehhez valamit le kell töltenem, amit mindjárt meg is fogok tenni, viszont addig leállítom a felvételt. Na szóval, srácok, most akkor az van, hogy az OBS, tehát itt az OBS, most jelenleg ezen keresztül rögzítek, tehát jelenleg ugye a kártyán keresztül megy a rögzítés, és nem a sima monitor felvételen keresztül. Ugye itt ez, ezért két videó rögzítő eszköz, ugye az egyik ez a LGP Start Engine, ugye ez az a kis aranyos dolog, ami itt van, ami hát állítólag 60 fps, és ugye ez a másik videó rögzítő, ez pedig maga a kártya. Ne kérdezzétek meg, hogy miért kell magán az OBS-ben két videó rögzítőként berakni ezt a az aranyos kis dolgot. Az a lényeg, hogy ezt így kell berakni, hogy működjön. Most tudom, egy kicsit zavaró lehet az, hogy hogyan nyomja le a kártya ezt. Ugye most itt el tudnék indítani akár nektek valami játékot is. De szerintem ezt majd a jövőben már látni is fogjátok, hogy milyen, hogyha ezzel rögzítek. Hát remélem, hogy jó lesz a minősége. Szóval
Működik az Aver Media kártya, de mint mondtam, azért nem az a kimondottan tedd be és használd dolog. Ez csak akkor működik, hogyha tényleg nagyon egyszerűen szeretnéd használni, de ha már azt szeretnéd, hogy oda mentsen, ahova te szeretnéd, azokkal a beállításokkal, amikkel te szeretnéd, és olyan módon, ahogy te szeretnéd, hát akkor azért ez már egy picikét bonyolultabb. Az, hogy hogyan kell ezt rendesen beállítani, én is a YouTube-ról néztem meg, úgyhogy bocsi srácok, nem fogom ezt bemutatni nektek, mert mondom, YouTube-on rákerestek és találtok egy csomó beállítást erre. De a nagyjából a lényeg az, hogy ugye be kell állítani ezt a két darab videó rögzítőt ahhoz, hogy működjön. Na szóval srácok, ez lett volna az Aver Media unboxingja. Hát innentől fogva fogom használni ezt a kártyát, és meglátom, hogy mennyire jó vagy mennyire nem. Remélhetőleg hosszú távon jó befektetésnek minősül ez a kártya. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor lájkoljátok, és következő adásig. Sziasztok!